Zombán a motoros találkozón adhattak vért az egyesületi tagok, a helyiek és az odalátogatók a hétvégén. A Motorsport Egyesület már 6. alkalommal szervezett véradást egyre nagyobb sikerekkel. Tavaly csak 20 motoros adtal a jelentkezését, az idén már 40. Tehát, és előtte meg mindig ilyen 15-20 fővel. Mondjuk a véradóink akkor is mindig jók voltak, tehát mivel a család, meg egyebek, ők besegítenek a véradásban. De hát motoros most úgy látom, hogy most még több jött, tehát örülünk neki. Az extrém sportot űzők világában nem ritka a baleset, hogy ők szorulnak ellátásra, ezért is tartják fontosnak az ilyenfajta segítségnyújtást. A kiszállásos véradáson 30 véradó elérése volt a cél, mely a délelőtti órákban sikeresen teljesült. Gulyás Katalin, a Magyar Vöröskereszt Tolna megyei szervezetének igazgatója, örvendetesnek tartja, hogy ilyen rendezvényeket szerveznek a megyében, mert a koronavírus járvány miatt megcsappant a véradások száma. Nem tudták azokat megszervezni, mivel sem a munkahelyekre, sem az iskolákba, sem a művelődési házakba nem mehettek be. Ráadásul még a fesztiválok is elmaradnak az idén, ami tovább nehezíti a helyzetet. Július elején 1180 véradó hiányzott, ám az elmúlt hetekben szervezett véradásoknak köszönhetően közel 600 véradót sikerült bevonniuk. Ám így sincs elegendő vérkészlet, ezért kampányt folytatnak annak érdekében, hogy minél többen nyújtsák a karjukat és adjanak vért. Pár hónappal ezelőtt elmaradt ütemezett műtéteket előbb-utóbb meg kell tartani. Sajnos itt a nyár, jönnek a balesetek. Ugye a nyáron tudjuk, hogy több, ez statisztikailag alátámasztott, tehát több vérre van szükség. Ugye a fesztiválok meg egyéb események miatt kevesebb lehetőség van a véradásra, tehát én mindenkit nagyon kérek, hogy ahol tud, ahol meg tudja ragadni a lehetőséget, jöjjön és vegyen részt, és adományozzon a saját testéből. A szervezők a 30-as, 40-es korosztályt várják elsősorban, de bárki jelentkezhet véradónak, aki egészséges, elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét, és a súlya meghaladja az 50 kg-ot. A Vöröskereszt oldalán egyébként nyomon lehet követni, hogy az elkövetkező hetekben hol szerveznek véradásokat. Ezen a héten Szekszárdon a vérellátó szolgálatnál, Dombóváron a kórházban, Pakson, Bonyhádon és Kurdon pedig a művelődési házban lehet majd vért adni.